A Pagy idén is nyert a szociális tűzifa pályázaton. A több mint 2300 fős településen az igényelt mennyiség felét nyerte el az önkormányzat. Itt összesen 4,6 millió forintot kapnak a tűzifa beszerzésére, amiből 257 köbméter tüzelőt vásárolnak. Ehhez az önkormányzatnak még plusz 1,5 millió forintos saját forrást kell biztosítani. Az országos programon kívül más segítségre is számíthatnak az itt élők. Ezen túlmenően nyilván vannak rendkívüli esetek, tehát ez a 4-5 más nagyságrend, amit tudunk adni egy családnak, ez nagyon minimális és kevés időre elegendő. Tehát azokban a krízis helyzetbe került családokat mindenféleképpen, ha szükséges, akár tűzifával, vagy egyéb módon is segíteni fogjuk. Ezen túlmenően pedig látogatjuk az időseket közmunkások bevonásával, szociális jelleggel, téli tüzelőnek a bevitelével, különböző beszerzésekkel, tehát erre külön odafigyelünk, 30-40 időst évente mindenféleképpen előtérbe helyezünk. 127 szociális étkezés van a településen, ezt rendszeresen minden nap eljutatjuk. Ez már a szintén nyertes Baktalóránt háza. Az itt élők is pályázhatnak a tüzelőanyagra. A 3800 lakos körülbelül 1100 háztartása között 484 köbméter tűzifát osztanak majd ki. Erre összesen 9,2 millió forint támogatást kapnak, de az önkormányzat további fa mennyiséget is biztosít a rászorulóknak. Van önkormányzati erdőnk, van önkormányzati fasorunk, és a képviselőtestület által meghatározottak szerint az ebből gyérítéssel, tisztítással kikerülő fa mennyiséget szétosszuk a lakosság között. Ebben az évben ennek a mértékét még nem tudom, hiszen ez most van folyamatban. Ezen túlmenően pedig a kiemelten rászorulók részére, akik kérik, azon lakosok olyan segítséget, ezek a lakosok olyan segítséget kapnak, hogy össze is kuglizzuk a tűzifát. Ez azért is nagy segítség, mert egy méteres farönköket osztanak ki a lakosság között. A településen élők már pályázhatnak, egészen november 30-áig várják a polgármesteri hivatalok a kérelmeket. Ezután körülbelül december közepén kezdődhet a tüzelőanyag kiosztása. Országos viszonylatban összesen 3 milliárd forintból 2289 település nyert idén a pályázaton. A támogatást úgy határoztuk meg, hogy egyfelől előzetesen tárgyaltunk az állami erdészetekkel, és a kemény fa esetében egy 15 000 forint plusz áfás ár az, amit tartani tudnak az erdészetek. Mi ehhez adunk támogatást. A szállításról a nyertes önkormányzatnak kell gondoskodnia. Egyébként nem csak tűzifára lehetett pályázni. Vannak olyan önkormányzatok, akiknek a tűzifa beszerzése a nagy távolság miatt problémát okozott volna, közelebbről tudnak barnakőszenet vásárolni, ezek az önkormányzatok pedig tüzelő értékben azonos értékű barnakőszenet vásárolhatnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a barna kőszén vásárlás 37 települést érint, a többi 167 önkormányzat tűzifát vásárol a lakosság részére.